Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Csetényi Attiláné, az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület elnöke. Kezét csókolom. Üdvözlöm, a beszélgetésünk apropója, hogy negyedszázados jubileumát ünnepelte az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület. És azt hiszem, hogy ez egy csodálatos, szép mai magyar mese, aminek hála Istennek jó a vége. És még hol van a vége, mondhatom. Nos, hát 1991. november 27-éig kell visszanyúlnunk az időben, amikor néhány, azt mondom, felelősségteljesen gondolkodó városvezető, köztük Balsai István polgármester, és olyan szépkorúak, akik figyelnek egymásra, gondolt egy nagyot, és megalakította az Egyesületet. Ez volt a hőskor, azóta eltelt negyed század, jóban, rosszban, de inkább jóban, teszem én hozzá. Nos, hát erről akkor essék szó. Kezdjük talán rögtön, hogy mi hozta azt az áttörést, mikor gondolták úgy, hogy egy ilyen egyesületre igenis szükség van. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Örülünk annak, hogy apropó kapcsán tudunk egy kicsit visszaemlékezni erre 25 évre, ami azt hiszem, hogy egy ember életében is nagyon fontos életszakasz, nem egy közösség, egy tágabb közösség, egy nagy közösség életében. Talán az apropónak azt mondhatnám, hogy jól látták, mint a városvezetője, polgármester úr Balsa István úr, és ugyanakkor egy-két olyan ember, ha szabad a nevet is említeni, mint dr. Kecskés László úr, aki felvetette ezt a gondolatot, hogy ami előtte években voltak közösségeket összefogó, így a szépkorúakat is összefogó kis egyesületek, azok úgy megszűntek. És szükségét érezték a 50-60, akkor korábban mentek nyugdíjba, mint most évesek, hogy van élet a munkakönyv letétele után is. Tehát szükség van a kortárs kapcsolatra. Amellett elláthatják mind a nagyszülői feladatokat, mind a családon belüli együttléteket, de minden embernek az élete úgy folytatódik, hogy a kortárs kapcsolat az ne szűnjön meg. És ebből az apropóból gondoltak arra, hogy jó lenne a város nyugdíjasait, a szépkorúakat ilyen kis csoportokba alakítva, programokat szervezve, az ünnepeiket is gazdagítani és szebbé varázsolni. Nagyon jó, hogy ezt mondta, mert hogy ugye emlékszünk erre az 1990-es évek, tehát a rendszerváltoztatás utáni nagyon nehéz évekre, hiszen akkor voltak a kedvezményes nyugdíjak, amelyeket a gazdasági válság hozta, valljuk meg. Igen. És volt, aki egyik pillanatról a másikra rákényszerült, vagy éppenséggel úgy gondolta, hogy ez majd neki jobb lesz. Viszont az egy teljesen más szituáció, hiszen az emberek zöme egy teljes emberöltönyi távolságból gondol vissza, hiszen folyamatosan dolgozott. És nem felkészült a nyugdíjra, és akkor ott állt, ha úgy tetszik, a semmi közepén, és akkor jöttek önök. Igen. Milyen terveik voltak először? Igen. Milyen programokat szerettek volna megvalósítani? Én csak ezt olvastam, meg hallásból tudom elődeink révén, hogy szerintem meg kötetlen beszélgetések. Talán kártyajátékok, vagy kisebb kirándulások, vagy a városon belüli közös programokra együtt menjenek el, mert teljesen más, hogyha én valakivel megoszthatok például egy tárlatlátogatást, vagy egy filmet átbeszélhetek, hogy ezek lehettek, én ennyit tudok így hallásból elmondani, és a megvalósításba először 100 fővel csatlakoztak, és Iski Károly bányigazgató volt, aki ezt a kis csapatot összefogta. És pontosan ezek a közösségi programok vonzották, hiszen szájról szájra, szájhagyomány útján terjedt, hogy milyen jó együtt lenni X időben, együtt beszélgetni, felidézve, és ahogy ön is mondta, hogy bizony, az nem várt esemény volt nagyon sok ember számára, hogy előző nap még dolgozott, de egy pár héten belül pedig már ott volt egyedül, és azért a szeretett család tette a dolgát, ő is tette a dolgát, de a munka is más, még más, hogyha én az embertársaimmal tudok együtt örülni, sőt együtt esetek bizonyos feladatot elvégezni, mint hogy ott vagyok egyedül. Igen, néha kiüresedik a tér. Igen, de igen. A terveket sikerült megvalósítani. Hogyan sikerült fejlődniük? Hiszen először, ahogy ön is említette, beszélgetésre,
kártyára egy zárt térben, ahol mégis társakra talál az ember, erről szólt az egész történet, utána azonban tartalmas programokkal sikerült ezt megtölteni. Igen, igen, mert azért a jó hír, ahogy azt mondják, hogy a kevésbé jó, de a jó hír is ugyanúgy terjed, és annak nagyobb volt a másik irányba a bevés rá, hogy akkor én is megpróbálom, én is elmegyek, és így a gyakorlat vonzotta utána a többi embert, és szinte pár, egy-két éven belül a 100-ból több 100 lett. Több 100 lett, akik úgy érezték, hogy tényleg jó közösségbe tartozni, közösséghez tartozni, és itt már menjünk a 2000-es éveknek az elejére, amikor aztán akármelyik városvezető vett át a várostok a koordinálását, irányítását, mindenkinél mindig központi kérdés volt, nem csak a fiatalság, a fiatal nemzedék felkarolása, hanem a szépkorúak is. Ez nagyon nemes cselekedet, amit azóta is tapasztalunk, mert ez abszolút emberfüggő. És azt hiszem, hogyha valaki egy ember közösségnek a formálására és a vezetésére vállalkozik, akkor nagyon fontos, hogy szeretetben, érzelmi közelségben végezze ezt. Igen, hála Istennek, ahogy ön is mondta, Székesfehérvár azon települések közé tartozott mindig, ahol a nyugdíjas soha nem volt szitokszó. Igen. Amikor szolgáltatásokról beszélünk, akkor megállapíthatjuk szintén, hogy egyre több olyan szolgáltatást sikerült kedvezményessé tenniük, amelyek alapvetések. Igen, hát egy nagy tett volt a 2000-es évek elején, pályázatok segítségével a szolgáltatóháznak a létrejötte. Ami azt jelentette, hogy ott alapszolgáltatásokat nagyon-nagyon olcsó áron tudtak igénybe venni, minden nyugdíjas tudott igénybe venni, és annak a létrehozása nem egy kis tett volt annak idején, hogy akár egy ács, vagy egy köműves munka, vagy egy gázszolgáltatás, mondjam, amilyen nap, mint nap kell a háztartásba, vagy egy villanyszerelő, megbízható szakembereket is kaphattak, sőt, ami nagyon fontos a hölgyeknek, hogy azóta működik a szolgáltatóházban, a Lövöldeat 26 szám alatt a szépítkezés, a fodrászat. És ez egy nagyon jó dolog, hogy az ember akár meddig is él, a maga nőiessége, a küllemére való adás egy nagyon fontos rész és cselekedet, és azért nem volt mindegy, hogy abban az időszakban a nyugdíj is, hát soha nem olyan túl sok, de akkor nagyon-nagyon kicsi volt. Nagyon szorosan be kellett osztani. És bizony mi maradt el, ami a létfenntartáshoz fontos, és ez a napig is úgy látjuk, hogy akárhány éves a hölgy, akkor is szüksége van arra, hogy a külleme az rendben legyen, és mi ehhez hozzá tudunk járni, sőt, még azóta fejlődött, mert voltak gyógyeszközök is, ahol ott tornázhattak, meg azokat a székeket használhatták, vagy például a pedikűr, az is egy fontos dolog idősebb korban, meg különösen, hogy szóval a lábunkon hordjuk a testünket, hogy nem mindegy, hogy karban tartjuk-e. Tehát ez sem. A tartalom. Egyébként ez természetes vágy. Az, hogy az addig megszokott szintet valamilyen módon azért tovább vigyük. Igen. Viszont vannak itt ezen felül is, ami szintén a mindennapok része, gondolok itt elsősorban a társadalombiztosítási szolgáltatásokra, az orvosra, a jogi problémák megoldására. Ezek megint olyanok, amelyek egyrészt sok időbe telnek, vagy pedig sok pénzbe kerülnek. Igen, ez is egy kincs számunkra, mert ezt is örököltük, sőt, ez a mai napig is áll és működik. Különösen a társadalom biztosítása, még a DB intézet nem alakult meg, akkor volt annak nagyobb hatása, mert akármilyen segély vagy a nyugdíjemeléssel kapcsolatban jogi problémákkal fordultak hozzánk. Mindig volt és van egy olyan jogászunk, aki ezeket a feladatokat nagy emberséggel, szeretettel és nagyon nagy szaktudással végzi. Emellé feltöltődött, illetve felkerült a munka frontjára a polgári peres dolgoknak, különösen itt a úgynevezett örökléssel kapcsolatos dolgok, vagy például az idős ember is azt szokták mondani, hogy hát ez a második gyermek arra nagyon hiszékeny. Hát a szomszédja jó hiszeműségből kölcsönkért tőle, aztán akkor futhatott a pénze utána, most azért nem akart oda menni, hogy ide figyeljé, tehát ez csak egy példa, akkor ebben is segített a jogász, hogy emberi oldalról megközelítve, és azóta is van ez a jogsegészszolgálatunk. Igen, ezek fajsúlyos gondok mindenképpen. Igen. Amikor felépítették a szolgáltatásokat, akkor
azért, ugye ez nem felülről jövő kezdeményezés, hanem a tagok, hiszen egyre több nyugdíjas klub volt Székesfehérváron, ők maguk is hozták az ötleteiket, hogy mi mindent lehetne még megvalósítani. Igen, hát 92-től alakultak aztán igazándiból, előbb csak 6-7 klub, és most már 2016-ban 21 klubunk van, több mint 800 taggal, és a paletta nagyon színes. Én mindig azt mondom, olyan, mint egy virágcsokor, hogy nem csak a város különböző részei lakókat fogja össze, hanem vannak már szakmai klubok is, akik a maga szorgam évek alatt is együtt töltötték ezeket, és nekik inkább a szakmával kapcsolatos dominálnak a feladatok. A többi klubnál pedig talán arra törekednek, hogy egy kellemes beszélgetést, egy születés, egy névnap, egy 50. házassági évforduló, és egy előadás, vetítés, múzeumba, színházba közösen mennek, kirándulni mennek. Na most mindezt nem tudnám megoldani a részben azt, hogy egyedül vagy néhány embernek sem olyan élvezetes, mint hogy egy közösség megy el, aki ezt átbeszél, és utána következő napokban, amíg nem találkoznak, mert azért heti alkalommal, tehát havi 3-4 alkalommal találkoznak, és ezeket a kis feladatokat, amit ők szeretnének maguknak örömben eltölteni, ők a csapat beszéli meg, hogy mi legyen mondjuk az októberi, vagy most például a novemberi program. Nagyon jók a gyógyfürdőzések is. Világos. Miként lennek támogatókra? Na, hiszen igen. Az egyik oldalról természetes, hogy a szakemberek zöme önként és önzetlenül segít. Ugyanakkor van, ne legyenek illúziónk, van, ami pénzbe kerül. Igen. Hogy lennek támogatókra? Hát gyakorlatilag 95-től közhasznú szervezetté, tehát egyesületté alakultunk, bejegyzett jogilag a bíróságon, ami lehetőséget adott arra, hogy támogatók tudjanak nekünk, hogy pénzösszeget adni, ami a pénzügy előírásának megfelelően tudjuk a tagság számára fordítani. És most, amit én 7. éve, illetve az elődeimnél is, minden önkormányzat, minden képviselőtestület élén a polgármester úrral maximálisan mindig fölkarolta és támogatta, és támogatja most is, amit köszönettel tudok csak köszönetünket kifejezni, a mindennapjainkat. Ezt viszont, ha nem lennénk egyesület, közhasznú egyesület, akkor ezt jogilag és pénzügyileg nem tudnánk megvalósítani. Ennek megfelelően nőtt mindig a vezetésben résztvevőknek is a száma. Van egy gazdasági csoportunk, egy 7 fővel a Városháztér 2 alatt, akik a gazdasági, a bérügyi dolgokat, a pályázati rendszereket, ők vezetik, és ezt ők valósítják meg, és a klubvezetők pedig nyújtják be a területi képviselőnek azokat az igényeiket, amit szeretnének, és onnan a képviselői keretből, vagy a polgármester úrnak is a keretéből, a polgármester úrnak keretéből is kapnak X összeget, amit a tagságnak, a mindennapjának a boldogabbá és tartalmasabbá tételéhez hasznosítanak. Ugye, amikor átvette a vezetést, mit örökölt? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy az elhivatottságot azt mindenképpen. Igen, igen. Viszont számtalan olyan történés volt ezt követően is, ami tovább vitte a megkezdett munkát folytatva. Igen, hát egy szerintem azt mondom, egy kulináris dolog talán országos szinten is, hogy az elődömnél, Lángné Rózsikánál, aki előttem, és aki végül is a fáklyát tartva, amikor én nyugdíjba vonultam, akkor ő azt szerette volna, hogy ezt a munkát nekem adja át. Magasra állította a mécét, és bizony föl volt adva a lecke, hogy ezt az ember, mert azt, hogy szeretettel jöttünk, és igyekeztünk mindent, amit belülünk adódik, megvalósítani és adni a nyugdíjasoknak. De a szeretet mellett azért kellett az, hogy ezeket a magasra, a mécére tett feladatokat mi is meg tudjuk valósítani. Egy nagy dolog volt az informatikával való ismerkedés. Támogató volt annak idején a Rózsikánál a számítástechnikai és ügyviteli vállalat, a SZÜV, aki a magát, ezeket az alapismereteket oktatás formájában nyújtotta a nyugdíjasoknak, az internet használata, ezt is mi folytattuk tovább. Hát a szolgáltatóháznak a másik, annak a működtetése, ami szintén, mint elmondottam az előzőekben, és a pályázatok alapján a FAR programban, például a 2000-es évek elején
nem csak belföldön, hanem külföldre is eljutott. Tehát nagyon sok olyan kulturális értékeket, szakrális és történelmi emlékeket ismertek meg város határán kívül és az országon belül is, sőt mondtam országhatáron kívül is, ahova egy nyugdíjas azt hiszem, hogy nem igen jutott volna el, mert ennek annak a kihatása azért az nem 2 forint. Tehát ezek a külföldi, belföldi utazások, ezek nagyon nagy élményt jelentettek a nyugdíjasok számára. És hát gyakorlatilag az, hogy ezeket az együttéteket megéljék és tartalommal terítsék meg, az sem került 1-2 forintba, hanem igyekeztünk azokat az emberi értékeket, amit a munkás években is egymásra odafigyeléssel megélhettek, hogy ezt átvihessük a szépkorúaknak az idejébe is. Most tulajdonképpen elkezdtem, amit most szerettem volna kérdezni, igen, hogy ugye beszéltünk a hétköznapokról, a nehézségekről, az átmenetről, szó esett azokról a problémákról, amelyek megoldásra vártak, és az önök segítségével ez is leegyszerűsödött valamiképpen. És most akarom mondani, hogy ünnep. Tulajdonképpen ünnep minden egyes találkozó. Ez rendben van a beszélgetéseken túl, azonban amiben én a fantasztikusat látom, felnőtt fővel, hogy a mi nagymamáink, nagypapáink, bizony mondom, édesanyáink, édesapáink, bizony mondom, a kulturális területen valami csodát alkottak. És erről azért kicsit beszélgessünk bővebben. Hiszen először is ott van nekünk a nyugdíjas klub. Én mindig rácsodálkozom, és jó esetben végigülöm, és mindig csodálkozom, hogy milyen fantasztikus produkciók jönnek létre, úgy, hogy nem egyéni, hanem megint csak közösségben, csapatban. Aztán itt van a sport, de folytassuk. Kezdjük a Ki mit tudna. Igen, igen. Az a szívügyem egyébként. Igen, igen. Hát a Ki mit tud, azt hiszem, hogy maximális létszámmal és változatos programmal, kórussal, színdarabbal. Például a Katonáné, a Pörgöndi Klubnak a vezetője, most már mint tagként jön vissza, mert azért eltelt egy pár év. Ő nem csak, hogy betanította, ő írta a színdarabot. Ők varták a ruháikat. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy ez is több hónapos feladat volt, ahogy készültek. Tehát ez egy olyan kulináris dolog, vagy volt legalább 3-4 kórus. A Ligetsornál, a Mávnál, egy maradt meg a Mávnál, mert azért elmúlt az a 20-25 év, tehát ők is korban már. A hangjuk sem olyan, de a keftelésből azért ott énekelnek, de már így fellépni kórus szempontjából nem. Egy az, ami új alakult, és ami most is egy nagy kedvel végzett tevékenység, a tánccsoport. Igen, hát táncsoportnak a munkája, az operett, igen, az igen, nem maradhat el. Igen, és járják az országot. Most is például a Mártonnapi Ludas Fesztivál, azt hiszem, hogy a vajvári polgároknak a szervezésében léptek fel a piacon, ami évek óta tényleg, és egy keftelés. És a számok az alakul, a tagok száma cserélődik, aki már korosabb, az már esetleg csak támogató, de például ez az, ami most egy olyan feltörekvő terület az ő területükön, és a sportolás. Az is egy olyan kulináris dolog, hogy mint elmondtam az ünnepi köszöntőmben is, hogy Magony Tamás úr egy fantasztikus elánddal szervezi ezeket a foglalkozásokat, és most már nincs olyan városrész, ahol nincsenek gyógytestneveléses foglalkozások gyógytestnevelőkkel. És ez tipikusan az a sportolási lehetőség, ahol mindenki győztes. Igen, igen. Sőt, még versenyekben is részt vesznek. Hát az megint egy nagyon szép dolog, hogy a város területén, a Lecsó Fesztiválon a kupáknak a 2/3-át az Alba Réga nyugdíjasok csak a csapata nyeri el, és tesznek is érte. Hát olyan kemény dolgok a labdajátéktól kezdve, mert nem csak az, hogy most itt egy kicsit ugrálgatok jobbra-balra, meg mozgatom a testrészeimet, hanem olyan időre, olyan gyakorlatokat hajtanak végre, amit az unokák is szerintem, hogy büszkén néznek és figyelnek, hogy a nagyi vagy a nagypapa ilyeneket végre tud hajtani. Hát az elismerésre miatt, amire mondtam, hogy még szép, hát az nyilvánvaló a Lecsó. Én azt mondom, hogy az édesanyám Lecsója a legjobb dolog a világon, igen, és az önöké, és ezt mindenki mondja, és nem azért, mert elfogultak vagyunk.
egy kicsit akkor még a sport után nézzük azokat, hiszen ahogy beszéltünk róla, vers, népdal, operett nem maradhat nyugdíjas szereplő nélkül. Igen. Egyébként a piacon ott jártunk mi is, szombaton este, igen. Rácsodálkoztam arra a csapatra, fantasztikus előadás volt, és bemutatjuk a Fehérvár televízióban, igen, természetesen, igen. Kivonatosan nyilván. Viszont nagyon fontosak az ünnepek ezen túl is. A névnapok, születésnapok, a kerekévfordulók, a házasság évfordulók, ahogy ön is említette, kiegészítik, de azért mégis egy magasabb szintre emelik az ünnepet. Igen, hát most például a héten egyébként a szolgáltató a háznak, azt azért hadd mondjam el, hogy annyiban azért kapcsolódtunk mi is, amikor átvettem magát az Egyesületet 2010-ben, akkor egy EU-s programra csaptunk le, pályáztunk, és a szolgáltatásnak a környezetét tettük rendbe. Hát az sem volt egy kis dolog, de egy olyan oázissá alakult egy az úttól távol levő szigetté, azonban egy kis színpadrész fásítottunk, parkosítottunk, és gyakorlatilag magát a környezetet olyanná tettük, hogy az élhető és lakható, és ott pörkölt partik, retro május elsőjék vannak, ami a külső területet is bevonza, és mondtuk az ott lakóknak is, hogy ők is nyugodtan a gyerekekkel jöhetnek, és használhatják azt a kis parkrészt, illetve megbővítettük azt a parkrészt, ami a lakót, közösségnek a területéhez tartozik. Ez sem egy kis dolog volt, mert a belső tér mellett a jó időben ki tudunk menni, és ott is együtt tudunk lenni a nyugdíjasainkkal. Régről tudjuk, hogy egy ünnep mit sem ér egyedül, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy aki magára maradt idős korára, az a húsvétkor, karácsonykor, tehát a jeles ünnepeinken ne legyenek egyedül. És ezt meg is ünnepeljük, tehát a Pót szilveszterektől kezdve most jön, úgy szokta nevezni az adventi járat, kezdődik már december 6-ával, és bizony elvárják, hogy ez 20-áig, 21-ig tart, és nagyon sokan hívnak meg iskolásokat, óvodásokat, vagy anyák napján. Tehát itt a generációk, hát a gyerekeknek a műsor, a produkciója még élménytelibbé, még érzelemtelibbé varázsolja, akár az anyák napi az egyik legszebb, vagy a karácsony, a szeretet ünnepe, tényleg az egymásra való odafigyelés, vagy akár mondhatnám azt, hogy egy író-olvasó találkozó, tehát rendszeresen kapcsolatot tartunk Bobori Zoltánékkal, meg a többi irodalom területén tevékenykedő román tanárról, a széles skála, vagy az egészségügyi előadások. Sokszor azt mondom, hogy minket olyan egészségesen szeretnének, hogy sokáig éljünk, mert nagyon sokan felkeresnek a saját programjaikkal. Természetesen mindennek teret adunk, hiszen mindenből lehet tanulni, vagy a közlekedés biztonság, tehát a kapcsolatunk. Ez is nagyon fontos, meg hogy vigyázzunk önmagunkra, ne hagyjuk magunkat félrevezetni esetleg rossz közeledéssel olyan emberektől, vagy emberközösségektől, akik esetleg akár az anyagi javainkra, vagy esetleg az életnek egészségére is kihatása vannak. Egy fontos dolgot szeretnék ehhez kapcsolni, ami nagyon megint szintén ugyanilyen, sőt, mondhatnám azt, hogy országos szinten is egyedülálló a szociális látogatói szolgálatunk. Az is 92-ben Petrocsi Ferenc ott is volt az évfordulónk, ő annak idején a Bajsai István mellett dolgozott, úgy tudom, a szociális osztályt vezette, igen. És az ő felkarolásával jött létre először 3-4 látogató és egy 15-20 látogatott, most már 13 látogató van, de volt 18 is, és 100-on fölül, mert 5-6 embert látogatnak. Most ez olyan fontos dolog, hogy időskorban is a család elfoglalt, nem azt mondom, hogy nem gondozza, vagy esetleg távol lakik, tehát az ország másik részén, és mi vagyunk szinte a családja annak a nyugdíjas hölgynek vagy úrnak, akihez elmegyünk, a legfontosabb, hogy beszélgetni, vagy elvisszük sétálni, vagy orvoshoz kísérjük, vagy kisebb bevásárlást rendezünk, gyógyszerét kiváltjuk. Tehát, és mindig meghallgatjuk azt, hogy mit szeretne mondani, vagy mit élt meg, vagy az elmúlt időszakban, amikor aktívan dolgozott. Ennél fontosabb nincs. Nincs, és megvendégeljük őket évi 2 alkalommal a szolgáltatóházba. Megismerik, ők ismerjük, már gyakorlatilag busszal nagyon nehezen tudnak szállni. Ebben is a város gondnokság segít kapjuk, vagy a mikrobuszt, vagy az autót. És ebből töltekeznek az ott szerzett élményekből, kis nótázás van, éneklés, viccelődés, ünnepi műsor, gyerekekkel, táncosokkal, tehát
vidámabbá próbáljuk tenni a szürke hétköznapokat, őből töltekezhetnek. Így van, jól, hiszen tudjuk, ahol a legnagyobb a baj, ott a legközelebb a segítség. Igen. Önöknek köszönhetően. Nos, hát mielőtt megköszönném, hogy elfogadta meghívásunkat, essék szó a jövőről, hiszen azért bizonyos vagyok benne, hogy vannak tervei. Igen, igen. Hát csak nagyon röviden szeretném, hogy talán még ami ebben az időszakban elindult az Árpádházi programunk, 2013-ban csatlakoztunk a fehérvári programhoz, és azt hiszem, hogy ez is egy példaérték, hogy ebben az életkorban is lehet úgy az agysejteket megmozgatni, hogy olyan történelmi témákat, természetesen mindig annak az évnek, az Árpádházi királyának az uralkodását, tetteit, családi dolgait, és ehhez kapcsolva Székesfehérvár a városnak a nagyon-nagyon gazdag teletartalommal levő kulturális eseményeit. Ezekből állítottuk össze a kérdéseket, egy elődöntő, meg egy középdöntő. Hát bizony 16-18 csapat, három fővel, először volt egy olyan generációs, tehát a telekis diákokkal, tehát kipróbáltuk azt is, és utána a döntő, amikor hadcsapat a Timmerházban szoktuk tartani, most már negyedik alkalommal ezeket az eseményeket. Hát keményen kell készülni, de mindig vannak vállalkozók, és példát adunk a unokáinknak is, hogy a nagymama, meg a nagypapa is, meg a történelmi könyv mellé tud tenni, és nem is akárhogyan készül fel rá. Tehát valami, akkor ez a program biztos 2022-ig. Folytatjuk, reméljük. És azon túl is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Igen, szeretném. Én is köszönöm szépen, hogy eljöhettem és beszélgetett. Kedves nézőink, Csetényi Attiláné volt a vendégem, az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület elnöke. Az Egyesület ebben az esztendőben ünnepelte 25. évfordulóját, negyedszázados múltja van, és nagyon-nagyon veretes múlt ez, és nem különben olyan lesz a jövő is, ebben bízunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!